Az első világháború lezárását követő trianoni békediktátum az addigi Magyarország területének kétharmadát csatolta el 1920-ban, a nagy háború viszont már két évvel korábban véget ért. A magyar fél 1918. októberében tette le a fegyvert, az ezt megelőző három nap drámai eseményeit mutatja be személyes sorsokon keresztül az Udvari Kamara Színház 18 című darabja, amit hamarosan Bonyhádon ingyenesen lehet megtekinteni. Ha megnézzük a magyar történelmet és a Magyarország vagy a Magyar Királyság státuszváltozásainak a sorát, akkor a legfontosabbakat, ha elkezdjük felemlíteni a honfoglalást, az államalapítást, a mohácsi vészt, Buda visszafoglalását, és 18. Ezek a legfontosabb dátumok. Tehát ezek mutatják körülbelül, hogy felfelé vagy lefelé hogyan ment a sorsunk. De most a 18 az valójában az államalapítás után a legfontosabb dátum. A 18 tehát az évezredes Magyar Királyság szétesését viszi színpadra, a néző bőséggel találkozik szerelemmel, szenvedéllyel, ármánnyal és gyűlölettel. A 18 az egy rendkívül érdekes történet, gondoljunk bele, mindig a jellemeken keresztül kell megközelíteni. Gondoljunk bele arra, abba a notorikus alkoholistába, akivel már másodszorra, harmadszorra közlik, hogy kinevezték miniszterré. És ő nem tudja, hogy most túl sokat ivott, vagy túl keveset. És valójában ő a miniszter. Matrészegen érkezett be Uzsaki báró Szurmai Sándortól, hogy átvegye a miniszterséget, majd amikor 9 nap múlva át kellett adni a Barta Albertnak, akkor a Barta az emlékirataiba írja, hogy nem tudta tőle átvenni a minisztériumot, mert matrészegen feküdt a pamlagon és aludt. Szerettem volna megmutatni, hogyan jutott el egy olyan közösség, mint a magyar, amely oly sok évszázadon keresztül szinte folyamatosan fegyverrel védte hazáját, egy sorsdöntő háború végén az önkéntes önlefegyverzésig, a pacifizmusig, majd a nemzeti önpusztításig, mondja a darab írója és rendezője. Andrássy Attila célja szembesíteni a nézőket azzal, hogyan uralkodott el a vakság, amely megakadályozta a tisztánlátást. Magában az eseményekben is van egy kuszaság, ugyanis hirtelenjében egy több száz éves rend, tehát nem az osztrák-magyar birodalom, nem Ausztria, hanem attól régebbi, több száz éves rend bomlik meg, ahogy megszűnik ez az államforma, nem határok, hanem 10.000 kilométer frontvonal fog létrejönni. Lényegében 1918. november 1-től szó szerint ez a helyzet a mai napig. A darabot szeptember 3-án mutatják be Bonyhádon a helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Az Udvari Kamara Színháznak, amikor megalakult, akkor az is volt többek között a célja, hogy ezeket az előadásokat, amik a magyar történelem különböző sorsfordulóira épülnek, ezeket elvigye a legkisebb faluba is akár, és ott ugyanolyan színpadi körülmények között, és ugyanolyan technikával próbáljuk meg megmutatni a közönségnek, mint mondjuk Budapesten. Tulajdonképpen az egész Kárpát-medencét bejártuk ugye a színházunk különböző előadásaival, és így jutunk el ugye Bonyhádra is. A színtársulat különleges módon készül minden egyes színdarabjuk bemutatására. Ehhez nagyon-nagyon sokat kell kutatni, hogy történelmileg ugye hitelesek legyünk, de tényleg egy színházi előadás szülessen meg, ami működik a színpadon, mert nem mindegy, hogy ugye ezt hogy állítjuk össze. Attiláról ugye tudni kell, hogy neki az a munkastílusa, hogy körülbelül 30 oldallal megjelenünk az olvasópróbán, és mondjuk bemutató előtti héten lesz belőle mondjuk 120 oldal vagy 100 oldal. Ez egy teljesen más munkastílus, ugye, mint amit általában a színházak csinálnak, és nekünk a próba folyamatunk is sokkal hosszabb, pontosan amiatt, mert szükség van arra, hogy ugye ezeket a történelmi tényeket, meg a történelmi személyiségekről alkotott képet ismertetni tudjuk ugye a színészekkel. Úgyhogy most majd itt Bonyhádon ugye Szurmai szerepében Jantyik Csabát láthatja majd a közönség, Tisza István gróf szerepében Dóczi Pétert láthatja a közönség, és olyan sokak előtt nem ismert történelmi tényeket, mint például azt, hogy mondjuk Szabó Ervin, akinek a nevét ugye viseli
az országos könyvtárhálózat, hogyan szervezte például a Tisza István gróf elleni gyilkosságot a németvölgyi temetőben. Az Udvari Kamara Színház 18 című darabját tehát szeptember 3-án mutatják be Bonyhádon, az előadás ingyenes lesz.